Családi, baráti körben komikus lenne méltatással köszönteni az ünnepeltet, hiszen nem azért szeretjük, mert jól hegeszti a hidak vasát, simán zökkenés nélkül áll meg és indul el az autóbusszal, mesterien faragja a sírköveket, új felismeréseket tett a kvantumfizikában. Csak úgy önmagáért szeretjük, és bár igencsak szokványosan hangzanak, de mindig szívből jönnek jó kívánságaink. Köszönhetném Tamás Menyhértet ilyen magánemberi egyszerűséggel, hiszen jó barátok vagyunk, olyan körben szoktunk találkozni, amely kissé családunk is lett az elmúlt években. Nem amiatt kedvelem, amit itt elő fogok sorolni írói tulajdonságaiból és érdemeiből, bár kétségkívül főleg azok miatt tisztelem, hanem Isten tudja, miért kedvelem. Mégis a költőt, az írót fogom megidézni ezen a 75. születésnapon, mert az írók születésnapja az irodalom ünnepe is, s annál nagyobb ünnep, minél jelentősebb művek alkotójáról van szó. Akkor, amikor Tamás Menyhért feljött Kisdorogról, a bukovinai székelyek ott megtelepült kis közösségéből, négy testvéremmel Budapestre, az 1960-as évek elején, Magyarországon éppen kibontakozóban volt a művészeti modernség, pontosabban előttört a folytó homokréteg alól, amelyet a sematizmus diktatúrája idején másfél évtizedig rászortak a századfordulótól meglévő kezdeményeire és kiváló alkotásaira. A magyar szellemi élet a 60-as években sem érintkezhetett a nyugati világgal, mégis sok minden átszivárgott a vasfüggönyön az akkori művészeti újdonságokból, s ez külső inspirációt is adott a modernség feltámadásához. Kitört az egyéniség kultusza például. Minden művész saját világot akart teremteni, s itt a hangsúly az akaráson van, hiszen egyébként se tud más, csak saját világot teremteni minden valódi művész. Ez a természetes eredetiség és egyszeriség azonban akkoriban nem volt elég. Látványosan, deklaráltan, programszerűen akarták a fiatal írók, költők, hogy eredetiek legyenek. De sokan úgy jártak ezzel, mint a farmer nadrággal. A nagy egyéniségkultusz eredménye a köztük lévő meglehetős hasonlóság lett, egyenruha. Tamás Menyhérte viszont az történt, hogy miután munkásból üzemi újságíróvá avanzsált, majd a Népszavához került, tehát a toll embere lett, visszatekintett oda, ahonnan jött, és meglátta, hogy miről kell számot adnia választott hivatásában, a bukovinai székelység történetének, régmúltjának és közelmúltjának drámai eseményeiről, a kivetettség, a nem befogadottság és a mégis helytállás friss tapasztalatáról. És nem tudom, meglátta-e, hogy a népcsoport csodálatosan ősi rétegeket őrző nyelvén kell mindezt megidéznie, vagy egyszerűen csak ez szólalt meg benne, s ő csupán engedett belső tudásának. Frivolan mondhatnám, hogy nyilván Tamás Menyhért is megtanult volna rendesen, pesti módra beszélni, írni, ha akar, de nem akart. Ahogy eredeti sem akart lenni, hanem csak hűséges, egy belé kódolt mintázathoz, és így lett senkihez sem hasonlító költő-író, ráadásul éppen székelyes tömörítései, legendásításai által modern is. Határgyőző a Vigyázz a madár című lírai regényéről írva szólva őstehetségnek nevezte a pályája elején álló Tamás Menyhértet. Az orosz írók megjelenítő erejét emlegette vele kapcsolatban, mind az ábrázolást, mind az adomázást tekintve, de felfigyelt a fiatal író tudásbeli igényességére is, amikor ezt a kitüntető megállapítást tette, idézem. Iszákjában hordja ő a maga pázmány Péterét csak úgy, mint a maga Montenyét. Nem tudom, ma mennyire érezhetjük találónak éppen e két nagyság nevének emlegetését. Annyiban bizonyosan,
hogy Pázmányhoz hasonlóan nyelvteremtő Tamás Menyhért is kétségtelenül, nem csak őrzője ősei nyelvhasználatának. A megkopott szokványos nyelvi formákat lecseréli különös fogalom összevonásokkal létrehozott szavakra, szokatlan toldalékkal mozdít ki egy szót statikus jelentéséből, és ebben a hírhetten lakonikus beszédű székelyek összecsippentett szemű évődését érezzük sokszor. Sajátos szellemességet, Montaigne iróniát, ha tetszik. A játék gesztusát, amely a legfájdalmasabb igazság kimondásánál sem nélkülözheti a rezignált felülemelkedést. Fáj, fáj, de túléljük, slám, már eszünket táncoltatjuk rajta. Ez a rezignált humor azonban csak az egyik eredménye Tamás Menyhért nyelvi összevonásainak, nyelvtani szinesztéziáinak. A másik, a közönséges életények átváltoztatása a versben transzcendens élményé, sőt, szakrális tartalommá. Egyik utolsó versét például a 2013-ban megtett Csíksomlyói zarándoklat élményének szentelte. Ott lihegtem mellette, mögötte, előtte a hegyre kapaszkodóban, fájt a lábam, majd kiszakadt a szívem, és akkor egyszer csak fenntaláltam magamat a napfényben fürdő ég kegyelme alatt. Ezt így mondom el én. S ő, lábkörmöm vérhold, menet fel aláfutása, szédít a rajzás, szédítenek a fák, gyökérbe, ágba, égbe kapaszkodom, melkasom riadalmát döngi, végy oltalmadva húz magával az ima, édes magaslat. Lábam az erdőszél dallamára vált, szemem mennyet ölt, irgalmas jó anyám, sokadalmamban érzem igazán, árnyom is csupa fény. Fiatalkorunkban nem találkoztunk, nem ismertük egymást. Tudtam, hogy Tamás Menyhért sikeres költő, író, néhány írását olvastam és értéküket elismertem, de a Szent Anna tó regélye volt az a könyve 1999-ben, amelynél az egy seregbe tartozást is felismertem. És dedikációi tanúsítják, hogy ő is bajtársát látta bennem a nemzetünkért, a hagyományainkért való rejtett háborúban. 1999-ben igazán nem illett semmilyen katonának lenni, nem illett közügyekért hevülni, pláne nem az irodalomban. És ekkor Tamás Menyhért 13 székelyföldi lány példájával állt elő, akik egy Anna nevű hajadón vezetésével, a saját életük feláldozásával a tóba folytják az őket megalázó, meggyalázó, apjukat, vőlegényüket nyomorító birtokost. A kisregény a tó legendáján túl egy történelmi tablót is fest apafi Miklós fejedelemségének idejéről, amikor a székely nemesi nemzetet megfosztották jogaitól, s leányaik hőstette a férfiakat is feltüzelte a harcra a jogtipró zsarnokok ellen. A harc során igen sokukat kivégezték, csak Bethlen Gábor alatt jutottak hozzá, jussolt jogaikhoz újra. Nem véletlenül használtam a szót, ami Tamás Menyhértnél mindig az örökség helyett szerepel. Az örökséget kapja az ember. A juss jár neki. Az egész kisregényre az önérzet sugárzása veti fényét. A pergő nyílt beszédű szóváltások során, mert szinte dialógusokból szövődik össze a regény, dráma vagy hangjáték bújik meg ebben is, ahogy más prózai műveiben is, elhangzik egy mentegetőző mondat az egyik székely szájából. Más idő jutott nekünk, s rácsattan a válasz. Más, ha hozzám másulunk. Úgy érzem, hogy ebben az apró részletben a leglényegesebb erkölcsi intés hangzott el, amit csak mondhatott íróember akkoriban az ezredfordulón a közösségének. Ha valaki, hát Tamás Menyhért, méltán kapta meg a balassi kardot.
De nem szeretném ilyen zengzetesen lezárni a kis portrét, amelyet róla felvázoltam. Verskötetei közül a kedvencem a 70. évét morzsoló költő 70 versét tartalmazó Alkonyút. Ezek csöndes hangon írt az élet veszteségeit és örömeit számba vevő versek. Olyan talán mindannyiunknak ismerős pillanatok vannak benne, mint amilyet a 32-es számot viselő vers rögzít, idézem. Semmi, csak ez a sürgető idő, ez a halállal egyidős pillanat, ez a felélő, felülelő fény, ez az együgyülő világ, elevenjeire hagyott pokol, ez a melkasomban kurkászó, érfalat dübögtető éjszaka. Semmi, csak ez a semmi. Azért idézem ide e keserű szavú verset, mert csak akkor lehet felmérni a hit és a hűség erejét, amely Tamás Menyhért életművében feszül, ha a kétségekkel átjárt, magányát érző lelket is látjuk, amelyből kicsiholódik ez az erő. És látjuk azt is, hogy a reménytelenség évadai állnak mögötte, mögöttünk, ő akkor keltegette a reményt. Most könnyen hihetik sokan, hogy jobb idők járnak ránk, s a történelmi rossz tanúi, énekesei azt érezhetik, amit a Szent Anna tó regélyének szereplője, a történet egyetlen túlélője mond. A jobbult idő nem kedvez az én beszédemnek. Ki tudja, válaszolja erre a társa. Én is ezt mondom. Ki tudja, hogy ma jobbult időt élünk-e, s hogy nincs-e szüksége a világnak változatlanul az ilyen beszédre. Isten élhetesse mennyiségét.